Szép jó napot, áldás, békesség! Kedves nézők, kedves barátaim! Engedjék meg, hogy egy igével köszöntsem a Mérték TV számadásának nézőit. Az ige írva található Pál Filippiekhez írott levelében, annak a negyedik részben, a negyedik versben, eképpen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek! Mi mást is választhattam volna ma, hiszen annyi szép és annyi jó dologról, ami megtörtént, és még több gyönyörű tervről tudok beszámolni ismét. Az elmúlt hónapunk, a májusunk valóban gyönyörű volt. 8-án Vilonyán volt anyáknapi ünnepség, ahol Hajmáspér Sói Király Szent István Vilonya gyülekezeteinek tagjai és a vilonyai gyermekek együtt ünnepelték az édesanyákat, együtt ünnepelték a születést, a gondoskodást, és mindazt, amit szülőnek, anyának lenni jelent. Tamás Orsolya nagytiszteletű asszony új beosztott lelkészünk készítette fel őket, és azt hiszem mindannyiunk számára valóban áldott és csodálatos alkalom volt. És ugyanígy csodálatos volt a május 11-én, amikor elkezdődött a Sói kard újra felállítása, illetve megfaragása. Csampa Zsolt, a Magyar Vívószövetség elnöke, belügyminisztérium helyettes államtitkára részvételével, illetve kezdő vágásával elkezdődött az a munka, amely el fogja hozni nekünk azt a pillanatot, ami szintén gyönyörű lesz majd valamikor szeptemberben, amikor is felállítjuk Attila kardját. Ezt az új kardot, ami lényegesen túlmutat István kardján, hiszen nem csak rólunk szól, magyarokról, hanem mindazokról a nomád, lovas, harcos népekről, akik számára Attila, a hun király, a hun nagyvezér, lényegesen több egy barbár zsarnoknál, egy győztes hadvezérnél, hanem egy életformát, egy hitet, egy hitvallást a nemzetért, és a lovas nomádok, mi mindannyiunk szkítáknak az összetartozásáért vállalt felelősségről és áldozathozatalról szól. Ezen az alkalmon itt volt velünk a Vívó Szövetség, a Magyar Vívó Sport három jeles egyénisége is. Napek Edina, Rédli András és Decsi Tamás. Ők, akik az olimpiára készülnek, úgy gondolták, számukra is fontos az, hogy egy jelképes cselekedettel, egy hatalmas kard faragásának újrakezdésével velünk együtt ünnepélyes, ünnepi hangulatba kerüljenek, és úgy menjenek legyőzni a világot, hogy Attila a hun szelleme, lelke és mindannyiunk buzdítása kísérhesse őket útjukon. Boros József fafaragó pedig azóta is csodákat álmodik ebből a kardból, és keze munkája nyomán lassanként kiformálódik az a szabja, az a hun-magyar szabja alak, amely majd méltón fogja hirdetni a lovas népek összetartozását, a harcosok számára a szent hely kialakulását, és azt az emlékhelyet, ahol a vívást és a nemzetért való tenni akarást dicsőíteni, megélni kívánó emberek össze tudnak gyűlni, együtt egyek tudnak lenni majd. Május 14-én csillagászati világnap volt. A Tájházban Regénye Csaba barátunk előadásából megismerkedhettünk a csillagászatnak az alapjaival, és persze elbeszélgettünk a magyar történelem csillagokba írt fejezeteiről is, hiszen a mi magyar népünk nem csak Csaba királyfit álmodja föl a hadak útjára, hanem bizony-bizony egyes csillagképek, így például a nyilas, nagyon fontosak történelmünk, és nagyon fontosak a jövőnk számára is. Aztán eljött a pünkösd. A pünkösd, amely a lélek kitöltetésének ünnepe, amely Isten szeretetének, szerelmének ünnepe, amely a jó bor és a felfokozott érzelmeken túl az Istennel való közösség élményét hozta el mindannyiunk számára. Legátus is szolgált gyülekezetünkbe, Strohmeier Valéria, a Pápai Református Teológiai Akadémia harmadéves hallgatója. Pünkösd után ismét váltottunk. A Tájházi Esték sorozat keretében Sziránszky József regős barátunk az ős magyar hitvilágról mesélt, és mindannyian ráébredhettünk arra, hogy még ha más neveket és más isteneket is említünk néha, ugyanazt értjük alatta. Ugyanaz az egy Isten nyilvánult meg minden nép életében, és kiki elnevezhette ezt a saját nyelvén, a saját hite szerint, de ugyanannak a gondviselő atyának, teremtő, megtartó és hazahívó Istennek vagyunk gyermekei. Aztán 21-én gyermekeink számára következett el egy örömteli alkalom, amikor is Budapestre vittük őket.
kirándultak egyet, és Kovács Tünde, valamint nagy tiszteletű asszony Tamás Orsolya egy egynapos kirándulással köszönte meg azoknak a fiataloknak a munkáját, akik rendszeresen részt vesznek gyülekezetünk életében, akik ott voltak a karácsonyi műsorban, és akik hisszük, hogy az gyülekezet életének minden napjaiban is fontos alkotó elemek lesznek, hiszen ők a mi jövőnk. De persze 21-én történt még valami. A Magyarországi Református Egyháznak egy egész Kárpát-medencére kiterjedő akciójának keretében a Szeretett Híd rendezvényben szociális gondozóink, a házi segítségnyújtó és falugondnoki szolgálat munkatársai, a Sói Kard, az újonnan felállításra kerülő Sói Kard környékét tették szebbé, és készítették fel arra a munkára, hogy ha majd jönnek az építőmesterek és elkészítik azt a befogadó konzolt, amiben ezt a 18 méteres csodát majd beleállítjuk, akkor ő nekik ne a terület helyreállításával kelljen kezdeni, hanem azonnal egy szép, egy méltó helyre tudják ne csak álmodni, de megvalósítani ennek az új kardnak a tartó befogadó szerkezetét. 23-án egyházlátogatás volt gyülekezetünkben. Szabó János Róbert és Vörös Marti Mihály, egyházmegyei tanácsosok, találkozhattak gyülekezeteink presbitereivel, és találkozhattak azzal az örömmel, ami minden napjainkat megszínesíti, hiszen valójában örvendező, hitvalló életet élhetünk, mert azt a munkát, amit végzünk, és azt a hitet, amit megnyilvánulni engedünk életünkben, Isten gazdagon megáldotta. Programokkal, amelyekről beszámolunk most is, és jövőképpel, amivel hisszük, hogy valóban élni, és amiben boldogan tudunk a mindennapok felé előre haladni. Június 6-án a Sólyomvár és a Kard helyet adott a Magyar Telekom dolgozói részére szervezett csapatépítő tréningnek. És ezek az emberek, akik a hétköznapokban talán számok és papírok közt élnek, találkozhattak Sóly település csodájával, találkozhattak a kidőlt kardnak is, a fekvésében is fenséges jelképnek, magáitában a fizikai megnyilvánulásával, illetve átélték, hogy milyen jó hely ez a Sólyomvár. Milyen jó dolog ott lenni együtt, milyen dolog csak ülni és nézni, vagy éppen íjászkodni, éppen csatacsillagot vagy kelevészt hajítani. Aztán ezután az ünnepség után, a tegnapi nap, június 7-e, szintén egy örömteli záró alkalom volt. Király Szent Istvánon az ottani Bibliakörnek, Nőszövetségnek, valamint a keretkítő foglalkozásoknak a résztvevői úgy döntöttek, hogy közös szalonnasütéssel vesznek búcsút az tavaszi időszaktól, és a nyári pihenő időre úgy mennek el, hogy még egy szép élményük legyen. Tamás Orsolya nagy tiszteletű asszony igét olvasott, aztán szalonnát sütöttünk, a gyermekek játszadoztak, mi pedig csak beszélgettünk, őszintén, hittel, hálát adva a múltér és reménnyel nézve az előttünk állóba. Ennyi volt az elmúlt hónap, de nem csupán ennyi, hiszen feltöltöttünk, hiszen erőt merítettünk a mindennapokba, és lelkesen, hittel nézhetünk az előttünk álló napok elé, hiszen lesz tennivaló, hogy csak néhányat megemlítsünk. Június 10-én a házi segítségnyújtó számára lesz egy csapatépítő tréning a Sólyomvárban. Ők fognak odajönni, akik vezetik a mi rendszerünket, hogy végre ne csak számokkal törődjenek, végre ne csak papírok közt éljenek, hanem egymással baráti, emberi kapcsolatokat kialakítva megkönnyíthessék a hétköznapokat, a munkát, és tudjanak megtanulni együtt tervezni, együtt örülni, együtt mosolyogni is. Aztán 13-án a házi segítségnyújtó szolgálatunknak a kismamái részére is szervezünk egy közös kerekítő foglalkozást, hogy azok, akik most nem vesznek aktívan részt a szolgálat életébe, mégis legyen egy alkalom, ahol összejönnek, ahova elhozzák gyermekeiket, szemük fényét, büszkeségüket, megmutassák egymásnak, és legyen bennük az a jó érzés, hogy ha ezek a gyermekek óvodába mennek, jó lesz visszajönni barátok közé, testvérek közé, abba a szolgálatba, amelyet nem csak pénzért, hanem hitként és szolgálatként is végezhetnek. Természetesen nem csak a házi segítségnyújtó szolgálat részére lesznek még kerekítős foglalkozások. Egy régiós kerekítő foglalkozást is szervez Tamás Orsolya nagytiszteletű asszony Vörösberény, Sóly, Király Szent István és Hajmáskér kismamáinak, hogy akikkel együtt dolgozott az téli-őszi időszakban,
azok ezzel búcsúzzanak egymástól, és megteremtődjön szívükbe a vágy, hogy de jó lesz ősszel visszajönni, és ott folytatni mindent, ahol abba hagytuk. 19-én Kálmán Sándor főgondnok úrral Tapolcára megyünk. Tapolcára, hiszen a tapolcai gyülekezetnek is nagy öröme van, lelkészt kíván választani. És az egyházunk törvényei szerint ilyenkor egyházmegyei tanácsosnak kell ezen a istentiszteleten részt venni, hogy igazolja, minden rendben lezajlott, és a gyülekezet valóban örömmel és szeretettel várja az új lelkipásztort. Ide megyünk, hogy ne csak a saját örömünkben, de más gyülekezet örömében is részesüljünk, és vihessük Isten kegyelmének, Isten szeretetének evangéliumát. Aztán 22-én ismét nagy örömünk lesz itt. Örömünk lesz, mert dolgozhatunk. Örömünk lesz, mert adhatunk, hiszen a Magyarországi Református Egyház szeretett szolgálatával együttműködve 21 tonna almát fogunk szétosztani. Egyrészt az 1500 gondozottnak, akiket az Úristen ránk bízott, másrészt Veszprém megye azon gyülekezeteinek, azon tagjainak, akik rászorultságukból kifolyólag, vagy egyszerűen csak azért, mert szívesen fogadják és szívesen örülnek annak, hogy valaki adni tud nekik, és ők elfogadhatnak, elfogadják azt az egy ládányi 14 kiló almát, amelyet szétoztunk, és amelyet amikor elfogyasztunk, akkor biztos, hogy nem a bűnre és az eredendő bűnre gondolunk, nem Ádám és Éva jut majd eszünkbe, hanem az a testvéri kéz, amely gyümölcsöt, amely vitamint, amely életet kíván nyújtani a mellette élőnek, a rászorulónak. 25-én és 26-án a református egyházi napok a Dunántúlon rendezvény következik. Gyülekezetünk két mikrobusszal és személyautókkal is elmegy majd erre az alkalomra, de nem csak azért, hogy együtt örvendezzünk a többiekkel, hanem hogy bemutassuk azt a házi segítségnyújtó szolgálatot és azt a Sólyombár nevezetű élményközpontot, amelyet azért hoztunk létre, hogy az emberek életét szebbé és teljesebbé tegyük. A sátrakban, hiszen hivatalos sátorral is bemutatkozunk, szolgálatvezetőnk és munkatársai különböző szórólapokkal és molinókkal fogják még érzékelhetőbbé, még érthetőbbé tenni azok számára, a reformátusok számára, hogy mit is jelent a mi szolgálatunk, és hogyan lehet igénybe venni azt, akik eljönnek, akik ott lesznek a renden, hogy reformátusként a Dunántúlon az egységüket kifejezzék és erősödjenek egymás hite által. A 26-ai vasárnap hiszem, hogy még egy csodálatos eseményt is hoz majd az életünkbe. Csodálatost és rendkívüli. Rendhagyót és valami mást, hiszen gregorián istentisztelet lesz délután 2 órakor a Sói templomban. A gregorián ének katolikus egyházi zene, mondják nagyon sokan. Én azonban úgy gondolom, hogy nem az a lényeg, hogy katolikus, református, evangélikus vagy milyen, hanem hogy Istent dicsőítő legyen. Tehát 26-án 14 órára Sólyba Istent dicsőíteni hívunk és várunk mindenkit, aki szereti a gregoriánt, aki számára fontos az 1000 éves vagy 2000 éves keresztjén és magyar gyökér, akinek fontos az, hogy hittel éljük meg közösen a mindennapokban is a mi Krisztushoz tartozásunkat. És természetesen a hónap vége felé járva lesz egy áthúzódó programunk is. Tamás Orsolya nagytiszteletű asszony, beosztott lelkészasszony 27-től 3-áig vakációs Biblia hetet szervez gyülekezetünk fiataljai számára. Azaz 50 fő, aki ezen részt vesz, gyermekek és segítők, hiszem, hogy nem egyszerűen bibliai történeteket fognak tanulni, hanem alkalmuk lesz megélni a hitet, megélni a Krisztushoz tartozást, megélni azt a szeretetet, azt a szerelmet, amit Isten érez irántunk. Hiszen tudjuk mindannyian, az evangéliumok Isten szerelmes levelei az emberhez. És nekünk a legfontosabb, ahogyan viszonyozni tudjuk mindezt az Úristen felé, ha szeretünk. Nem egyszerűen valami hétköznapi megfogható szeretettel, hanem azzal az isteni szerelemmel, ahogy ő szeret minket, ahogy ő ragaszkodik hozzánk bűneink és minden nehézség ellenére, azzal a szeretettel, amelyben ha egyek vagyunk, akkor méltóképpen képviseljük egyházunkat, méltóképpen képviseljük gyülekezetünket, de legfőképpen azt a Krisztust, aki elhívott, és aki kiküld minket a mindennapokba. Köszönöm, hogy hallgattak, legyenek részei életünknek, akár a kamerán, a képernyőn, de még inkább a tényleges összetartozásban a személyes kapcsolataink által. Áldás, békesség!